Tegnap az amerikai szenátus egyhangulag háborús bűnössé nyilvánította Vladimir Putint. Az orosz elnök és holdudvara ellen világ minden táján szankciókat léptettek életbe az országok az ukrajnai háború kezdete óta. Az Európai Unió is itt mostanáig közel 900 személy került fel tiltólistára, és közel 70 céggel szemben léptettek életbe szankciókat. A cikkünkben arról is szólunk, hogy két nagy újságíró szervezet újult erővel kezdte feltárni azokat a vagyonelemeket világ, Szerte, amiket putin oligarchái összeszedtek. Aki szeretne többet megtudni erről, az alábbi linken további információkat talál.